A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület az idén ezt a feszítővágó berendezést vásárolta 1 millió 400 ezer forintért. Egy nyertes pályázat és önkormányzati támogatást tette lehetővé, hogy a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltók egy új, közlekedési baleseteknél használatos műszaki mentőeszközt szerezhettek be. Így pedig az eddig használt berendezést a felvidéki testvértelepülés kollégáinak adományozhatták. Egy ilyen berendezés, reméljük, hogy nem mindennapi használatra lesz alkalmas, különben a műszaki mentéseknél többnyire személygépkocsi baleseteknél használunk ilyeneket, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a bonyhádi kollégáknak. Hát reméljük, hogy gyereknapokon és csak bemutatókon fogjuk használni. Az eszközre egyre nagyobb szükség van a tűzoltóknál, mivel egyre több baleset történik az utakon. Persze előre sosem lehet tudni, hogy szükséges lesz-e egy ilyen mentőeszköz használata. Kiérkezéskor derül ki mindig, hogy mit kell használjuk és hogyan lehet kimenteni a sérülteket. Ez mindig úgy történik, hogy a mentősökkel közösen eldöntve és a mentősöket követve úgy próbáljuk megoldani a helyzetet, hogy biztonsággal ki lehessen szedni a sérülteket. A Bonyhádi egyébként a megye legfelszereltebb és legtöbbet mozgósított önkéntes tűzoltó egyesülete. Az átadás alkalmából az is elhangzott, a két testvérvárosi egyesület kiváló kapcsolatot ápol egymással.